Szinte egy ugrásnyira a soproni tűztoronytól, az egykori bortelmelő, úgynevezett Poncikter negyedben található a Csőszkunyhó fogadó. Az ódon műemlék jellegű épület alapos felújítás után kapta meg mai formáját. A tervező és a kivitelezők gondosan ügyeltek, hogy megőrizvén az ősi soproni borvidék történelmi hangulatát, modern és ízléses környezetet teremtsenek. A fogadó két szobája az emeleten várja a vendégeket. A valódi fából készült parasztbútorok nem csak szemet gyönyörködtetők, hanem minden kényelmet is megadnak a betérő fáradt vándornak. Természetesen a kor követelményeinek megfelelően korszerű fürdőszoba, hűtőszekrény és színes televízió is a kényelmet és a pihenés szolgálja. A tulajdonosok jó ízlését dicséri a fogadó dekorációja is. A polcokon a múltat idéző ódon használati tárgyak jól megférnek a hely hangulatához illő modern kerámiákkal. A falakat díszítő képek szinte kiállítás jelleggel mutatják be a környék történelmét, utalnak a szőlő- és bortermelésre, és ezer módon ábrázolják a fogadóval szembeni Szent Mihály templomot, Sopron egyik legszebb műemlékét. Természetesen egy fogadó sem csak kiadószobákból áll, hanem a betérő vendég szomját és éhét is csillapítani hivatott. A Csőszkunyhóban erre sem lehet panasz. A legmodernebb technológiával felszerelt konyhában finomabbnál finomabb ételek készülnek. Ebből a választékból még a legfinnyásabb vendég is megtalálja a fogára valót. Ha kíméli pocakját, például zöldségágyon tálalt pulykacsíkokból csipegethet, ám ha alaposan meg akarja tömni a bendőt, a közismert magyar konyha remekeiből, illetve a soproni specialitásokból is választhat. Babsterc és a babosrétes igazi Poncikter eledel. A korszerű konyhatechnika nagy segítség, ám a szorgos szakácsnők nem restek a hagyományos, bár munkaigényes módszereket alkalmazni. Kézzel gyúrják a tésztát, az alapanyagokat is jól összeválogatva, hogy aztán szép piros ropogósra sülve kóstolásra ingereljék a vendéget. Így készülnek a különféle pogácsák és rétesek, valamint a stangli. Ez a titka a hamisítatlan házias ízeknek. A finom falatok után nem csoda, ha megszomjazik az ember. A sörcsapból eredeti pilzeni sör habzik fel, és hamvas párát von a korsó falára. Sokan, s talán nem véletlenül ezt tartják a sörök királyának. Borból szinte teljes a választék. A száraz és édes fehér, az amatos vörös és a könnyed rozé a környék híres pincészeteiből és távoli tájakról egyaránt szerepel a kínálatban. Ha vendégként érkezünk, vagy az alsó, romantikus hangulatú pincehelyiségben foglalhatunk helyet, vagy ebben a takaros étkezőben. Ha sikerült választanunk a bőséges étel-ital kínálatból, a személyzet azt pillanatok alatt az asztalunkra varázsolja, s már nincs más dolgunk, mint enni, inni és jól érezni magunkat.
Aki nem hiszi, bátran járjon utána, hisz önt is várja Sopronban a Szent Mihály utca 35 szám alatt a Csőszkunyhó fogadó, ahol a személyzet minden vágya, hogy ön jól érezze magát, s gyakran térjen oda-vissza.